Az Eurotransplantnak 6 uniós állam és Horvátország a tagja. Magyarország kísérleti programban vesz részt. Ezeknek az országoknak a páciensei egységes várólistán szerepelnek, ahonnan könnyebben juthatnak transplantációra alkalmas szervhez. A szerbiai betegek, közöttük a vese elégtelenségben szenvedők is egyelőre csak az itthoni lehetőségekre számíthatnak. Cibolya Angélának nagy szerencséje volt, amikor 2009-ben több éves dialízis kezelés után agyhalált szenvedett egyéntől származó vesét ültettek be szervezetébe. A minden másnapos dialízis ugye az most elmúlt, tehát nem arra kell gondolnom, hogy másnap dialízis, hogy nem szabad innom, nem szabad ennem, hanem egy normálisabb életet élek, most is kell vigyáznom. Most engedhetem el ugye úgy magamat, de könnyebb. Elutazhatok, tavaly nyaralni is voltam, hála Istennek, úgyhogy ez egy nagyon nagy csoda, ami történik velem mostan. A Szabadkai Közkórház hemodialízis osztályán jelenleg 63 beteget kezelnek. A betegek, akiknek nem működik a saját veséjük, hetente 3-4 alkalommal jönnek hozzánk. Fizikailag ide vannak kötve, nem dolgozhatnak. Nagyon ritka eset, hogy a páciens azokon a napokon, amikor nincs nálunk, munkát vállal. 2007 óta működik a Betegek Szabadkai Egyesülete, amely szerény lehetőségeihez mérten igyekszik javítani a páciensek életkörülményein. A minap egy tolókocsit adományoztak a Szabadkai Közkórháznak, ami kis ajándék ugyan, mondják, de nagy segítség a mozgáskorlátozott betegek számára. A témával a hétfői napjainkban részletesen foglalkozunk.